valamennyi jelenlevőnek abból a különleges alkalomból, hogy tegnapi napon volt március 8-a Nemzetközi Nőnap, és a férfi társadalom nevében fogadják ezt a kis ajándékot nagyon nagy szeretettel, szeretetünk, elismerésünk jeléül az édesanyák, az itt jelenlévő fiatalasszonyok, valamennyien is kívánok önöknek tovább a életükben is nagyon jó egészséget. A kettős évforduló, mivel ugye a tizedik évfordulóját mindenféle nyugdíjas volt ebből az alkalommal, mert egy további nagyon sok alkalmat és lehetőséget, hogy itt találkozhassanak és ünnepelhessenek. Fogadják a gyerekektől ezt a csekélyke ajándékot a nőnap alkalmából. Nagyon sok szeretettel. Hát akkor engedjék meg, hogy én is iskola vezetésem nevében nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntsem önöket a mai születésnap 10 éves alkalmával, mert intézményünkben 10 éve működik a nyugdíjas klub, melynek szervezője, megalakítója Temesi Mátyásné Piros Kamilli volt. Minden igyekezetével, energiájával igyekezett és igyekszik községünk nyugdíjas lakóinak, a klub tagjainak nyugodt, szeretetteljes légkör biztosítani csütörtöki napokon a klub foglalkozáson. Programjaikban immár hagyományos farsangi ünnepély, a kirándulás, megemlékezés a klub tagjainak névnapjáról. Piroska néni ezen kívül igyekszik minél több előadást szervezni a nyugdíjas embert érintő, érdeklődő témával. Fáradtságot nem ismerő, lelkiismeretes munkáját, fantasztikus tenni akarását iskolavezetésünk, intézményünk valamennyi dolgozója nevében köszönjük. És egyben kérjük, hogy még hosszú éveken keresztül ilyen lelkesedéssel legyen a klubnak a vezetője. Kívánunk Piroska néninek és valamennyiüknek ehhez nagyon-nagyon jó egészséget. Piroska néni munkáját a köszönő szavakon kívül szeretnénk anyagiakban is elismerni, és kérem, tessék elfogadni tőlünk ezt a kis jutalmat. Befejezésképpen a köszönő szavakon kívül a legszebb talán az, amit a nyugdíjas klub egy tagja mondott önöknek ezelőtt talán egy évvel, Rozika néni, és engedjék meg, hogy ezt hadd olvassam fel önöknek. Tartsd össze és terelgesd ezt a kicsin kis nyájat. Ami szép van a világon, én azt néked mind kívánom. Velünk lenni öröm legyen, bánat pedig ritkán érjen. Ez a tiszteletbeli osztály engedje meg, hogy átnyújtsam az osztályfőnökének mindez megkoronázásaképpen ezt a virágcsokrot. És kívánok nagyon jó egészséget a továbbiakban is. Nem csak Piroska nénynek, hanem valamennyi. Nagyon szépen köszönöm. Ezt tessék úgy venni, hogy mindenki, mert nem működhetne klub, csak egy emberért, egy ember akaratából, hanem csak úgy, ha összetartunk. Most pedig nagyon szépen kérek mindenkit. A klub nevébe. Nagyon sok szépen. Megkeressem azt, amit mindenképpen szerettem volna megtenni, és hálással megköszönni, hogy kaptam otthont,
hogy kaptunk egy olyan biztos helyet, ahol mindig találkozhatunk, ahol meleg helyet kaptunk, ahol asztalterítőt kaptunk, poharat kaptunk. A legnagyobb szeretettel az iskola valamennyi dolgozója mellénk állt. Elsősorban a vezetésnek köszönöm, a régebbieknek, Varga Gyulinak, Marikának, Józsinak, és nagyon-nagyon kiemelve a Bettinek, és Erikának, és mindazoknak, akik segítenek. Köszönöm a takarítóknak, a konyhásoknak, akik elmosogatnak utánuk, és nagyon szépen köszönöm mindazoknak a hűséges embereknek az idejárását, akik időt, energiát nem kivélve közénk járnak. Most pedig engedjék meg, hogy egy vers idézettel, amelyet Temesi Mátyás mondott el először, egy Schiller idézettel kezdjem. Mert az embernek célja nagy, hát kell a másik ember. Csak szépen összefogva hat, sok víz hajtja a malmokat, sok csebből áll a tenger. Ezzel köszöntenek azok, akik már nincsenek itt, hanem elmentek, és szeretném elsőként az ő nevüket felolvasni. Akik elmentek, és közöttünk jártak ezelőtt 10 évvel. Csaplárné Éva, Kirchnerné Éva, Farkas Dénesné, Halász Ferenc, Martos Istvánné, Reményi Jenő, Vatt Istvánné, Temesi Mátyás, Biderman Ferencné, Bencsik György, Törich János és Weigert Rozika. Ők elmentek. De itt vannak lélekben velünk, és valamennyien most ránk is emlékezünk. Aztán köszöntöm távollévő beteg, idős társainkat, akiket ugyan meghívtunk, de nem jöttek el. Először is a legidősebbet, Maris nénit, Láz Maris nénit. Temesi Mátyás nénit idős. Dán Sándor, aki az egésznek a lelke volt és a tréfának mindig az indítója. Tivadarné Juliska, Farkas Istvánné, bocsánat, nem Istvánné. Őróluk tudom, hogy betegek, mégpedig olyan betegek, hogy nem tudtak ide eljönni. Most rajtuk kívül köszöntöm azokat, akik itt vannak, akik vették a fáradtságot és eljöttek, akik újak, akik régiek voltak, valamiért talán nem jöttek, de most közöttünk vannak. Együtt szól minden, ami szép, ami jó. Most még nagyon-nagyon röviden ismertetném azt, hogy hova jártunk, és akkor egy dallal, egy indulóval, ami múltkor elhangzott, azt szeretnék elénekelni, mert már sokan tudják is. A kirándulásainkra itt van, utána átadom napot, meg lehet nézni. Hogy hova kirándultunk? Szekszárd, Gemenc, Pécs, Harkány körülbelül 5-6-szor, Dombóvár, Gunaras, Siklós, Mohács, Paks, Székesfehérvár, Veszprém, Tihany, Sárvár, Nagyszeng, Sopron, Kám, Szombathely, Ják, Budapest, Szentendre, Vászrátos, Gödöllő, Mária Besnyő, Kecskemét, Bugac, Szarvas és Szeged. Színházlátogatáson is voltunk, Szekszárdon 3 vagy 5 alkalommal, Budapesten az Operettszínházban 2 alkalommal. Előadásokat tartottak orvosok, dr. Tóth Gyula belgyógyász, dr. Tóth Károly állatorvos, Sasegyi belgyógyász, Vecsei Albert tüdőorvos,
Fauszt Erzsébet, aztán reumatológus, Rostás László kardiológus. Íróink is voltak. Ág István, Baranyi Ferenc, Fekete Gyula, Ordas Iván és Künkösdi Árpád. Előadóink is voltak, Gémes Balázs, művészettörténész, dr. Rózne Gyula, a múzeum helyettes igazgatója, és a mindenki által ismert Bálint György. Tengerészi előadóink is voltak. Tengerész történetét a régi TSZ alakulással Temesi Mátyás tartott először, amilyen körülbelül 100-110-en voltunk. Mülver György tartott már többször is előadást kollégák közül, Bodor Árpád Amerikáról és a bejárt szigetekről tartott vetítéssel egybekötött előadást. Hunyadi István, Varga György voltak itt még, Farkas Dénes, Nápoly Pompej és a gyümölcs és a termesztéssel kapcsolatban. Ezen kívül vendégeink voltak és a kérdéseinkre feleltek. Bali József tanácselnök, Kaszás Kálmánné titkár, Huber Péter polgármester, Buják Imre termelőszövetkezet elnöke, Füller Mihály. Még előadást nem tartott, de megtisztelt bennünket már, és reméljük, hogy egyszer beszélgetésre is jön. És Hiling Marika, aki Ausztráliáról tartott előadást. Kapcsolatot tartottunk a Paksi Atomerőmű klubjával, Szőlőhegyiekkel és a Szociális Otthonnal, és kiállításunk is volt. A Szociális Otthonban hiába gondolkoztam, nem menjük eszembe nevet. Mindezt elmondani. És most azt kérem, hogy mielőtt elkezdünk más, megkérem az Évás, hogy legyen segítségemre, és azt az éneket, amelyet már egyszer elénekeltünk, és annyira összetartó erő van benne, hogy ezt az éneket, akik még nem hallottak, hallgassák olyan szívvel, amilyen szívvel mi kiválasztottuk ezt, hogy ez legyen mindenkor, ha boldogok vagyunk, ha bánatunk van, ha az örömet akarjuk megosztani, vagy a bánatra szeretni, kapni egy kis jó szót, akkor jusson eszünkbe ez a dal, és jusson eszünkbe az, hogy vagyunk többen, akinek el lehet mondani mindent, és kérni azt, hogy vegy a kezem és segíts. Amíg ez elindul, addig még megköszönöm Maritának. Igen, a helyet jó. Én nem fújok be. Nekem, hogy jobban vagyunk aki minden tud meg, hogy ez nem megy nélkül. Áld meg engem, áld meg mindent.
igen. Köszönjük szépen, de én előtte egy perccel még nagyon szépen megkérek mindenkit, hogy engedjék meg, hogy nagyon-nagyon hálásan köszönjem mindenkinek, aki eljött, és engedjék meg, hogy kiemeljem azokat a népteleneket. Ne tartsák azt, hogy mi egy utcában lakunk, de azért van önként dolgozó pénztárosunk, aki 10 év óta kezeli a pénztárunkat. Miért? Ez nem dicsőség, ez munka. Ez munka, és nagyon szépen köszönöm, akik mindig segítenek, akik ha én nem vagyok, akkor mindig megcsinálnak valamit, és kérem őket, hogy ezt a dalt ők duplán fogadják el. Adja meg mindenkit. És a szívem is elhagyott engem. A Zsoltárok könyve 40. rész 13. verse alapján írta. Ez a legnagyobb bűn, ez a legszörnyűbb büntetés, és a legnagyobb nyomorúság is ez, elhagyott engem az én szívem is. Ülök a puszta homok közepén, csügged nehéz fejem, ülök akár a kő, lomha, kietlen, kő mozdulatokkal. Tapogatom magam, vagy idegenül kutat a kezem, a hely körül, hol szívemnek lenni kellene. Nincs, nincs. Elszállt, elillant az évek során, őszökkel, tavaszokkal, bűnökkel, bajokkal, vándor madarakkal. Nem tudom kivel, nem tudom mivel, nem tudom hogyan, micsoda percekkel, órákkal, tolvajokkal illant el, szökött el, tűnt el, párolgott el, hagyott el engem az én szívem is. Még néha énekelnék, egyszer csak a dal torkomon akad, elfagy, kihűl, nem érzem szívemet a dal alatt. Szólnék néha egy simogató szót, egyszerűt, tisztát, édest, meleget, vigasztalót. Kimondom, oppan, érztelenül, csináltan, hidegen, nem szűrhettem által a szívemet. Magamhoz vonnék néha valakit, közel, közel, közel hozzám a félelmes magámba, de szeged szánként visszahull a két kar, és visszahull a nagy ölelés vágya, a kitárt karok félszeg ritmusát nem a szív dirigálja. Indul a kezem irgalomra is, de nem dobban a mozdulatban semmi, csak pénz csillan, koldús kezébe tenni, zeng a köszönet, ezer annyit adjon. Nem! Csak szívet, csak egy kis szívet adjon. És imára is kulcsolom kezem, úgy esedezem szívtelenül szívért, szárazon adom Istennek magam, hát ha reám bocsátja harmatát, és kinyílik a kőből egy virág. Mert a bajok vettek engemet körül, és a bajoknak szeri száma nincsen, és utolértek az én bűneim, és bűneim beláthatatlanok, hajszálammal el nem hullanak, és elhagyott engem az én szívem is. Nincs, nincs, elszállt, elillant az évek során, ó bűnök, bajok, őszök, tavaszok, gyilkos órák, rabló pillanatok, suhanó szárnyú nagy sasmadarak, hová vittétek az én szívemet, hozzátok vissza az én szívemet, szeretni akarok. Nagyon szépen köszönjük ezt a kedves verset is, és most engedjék meg, hogy ennyit hallgatom, legyen egy kis ünnepség, de én egy-két férfit megkérnék, mert én nem nyitottam minden férfi, aki mozog, itt aki mozog, 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 aki mozog,
látta. És szeretném én is megköszönni a Zsárgodasztész munkáját, és nagyon sokáig jó egészséget így együtt ebben a kis társaságban, és minél többen legyenek jó együtt. Akkor azt mondta, hogy így együtt, még egy rövid dolgot csinálok. Ne hallgassanak, még nem így csinálok. De ahogy nem. Most miért nem? Az egy barátok, beszólnak. Nincsen semmi. Jó, hogy legközelebb. Fordított papírt tettem bele. Mindegy, annyira írkodtam már. Mindegy, kis is. Na most utána majd útjára bocsátom, hogy igaz legyen, amit én... Édes szépen, nem tettem nyugodtan az asztalt. Semmi egyéb, mint csak azt szeretném megmutatni, hogy 1985 tavaszán akkor írtam be ezt, egy kicsit később, mert a Rozikától kaptuk ezt a két könyvet, hogy akkor itt kezdtük, nőnapon kezdtük el az elsőt, és akkor itt majd meg lehet látni kirándulásokat, hol jártunk, kik voltak, és többnek a neve, például a Bencsi Gyuri bácsi nevét elfeledtem, hogy ő is járt velünk, de szintén megtaláltad. Eljöttek, egészség van, még egy kis. Ja, mindenki. Akinek nincs a még egy pillanatra, ha szabad, én csak egy rövid idézetet szeretnék. Lehet, hogy gyenge már a léptünk, lehet, hogy léptünk már bizonytalan, de indulunk, és a szépet és a jót akarjuk, és érezzük, hogy hitünk meg szárnya van. Juhász Gyulának az idézete. Köszönöm. Nem is lett volna kereket az egész, ha poétát nem szólva. Aki nem tud hazamenni, azért majd jön a valamelyik Jöli bácsi. Köszönöm, hogy
ide, csak üljön, mire ki hozta a kukoricát? Hogy elmondjam, hogy a vigadásunk is lehet még utána, de a mai napra jelentkezik be, Paksor, légy szíves, te mondd. Képes ETA, Tenyér Jós gyógykövek, gyógyeszközöket szeretne bemutatni egy fél órába, hogyha meghallgatjuk. Utána lehet, és utána majd külön lehet vele tárgyalni, beszélgetni, nótázni, ki mit szeretne. Itt van már, majd mindjárt szólok neki, talán onnan arról az